tudod mi? Azért is elkezdjük ezt a tempót, és amikor te jössz, kezd el a saját tempódat. Jó? És akkor kipróbáljuk, meglátjuk, hogy mennyi volt az. Jó? Megyünk előre. Nagy szeretettel várunk mindenkit a Megyénk Virtuózai koncertre. Ugye a kamarazenekarunk, a Reményed a kamarazenekar 21-ben volt 40 éves, és az addigi miskolci virtuózok felhívást kibővítettük az egész megyére. Úgyhogy nagyon-nagyon örülünk, hogy végre a válogatót is személyesen lehetett megtartani, hiszen az elmúlt 2 évben, emiatt a vírushelyzet miatt csak felvételeket kértünk be a gyerekekről, és úgy döntöttünk, sőt a hangverseny is online volt még tavaly előtt. 11 néhány gyermek, illetve fiatal jelentkezett, hiszen ez a zeneiskoláknak van meghirdetve, illetve Miskolcon a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnázium hangszeres növendékeinek. 4 zeneiskolást válogattunk be, és 3 produkciót a szakközépiskolából. Sárospatakról lesz egy vendégünk, most a többiek úgy alakult, hogy mind miskolci intézménybe járnak. Jelent az együttes számára az, hogy fiatalokkal léphet fel? A legnagyobb élményt. A gyerekek, a fiatalok azok mindig a jövő záloga, és gyakorlatilag nekünk pedig az utánpótlás. Úgyhogy minden szépet és minden jót jelent. Nagyon örülünk neki, hogy ilyen lehetőségünk van. Nagyon jó, mert még nem játszottam ilyen kamarazenekarral soha. Gyerekeknek lehetőség, nagyon nagy lehetőség, és nagyon örülnek neki, hogy a zenekar élén egy 10 éves gyerek, aki szólistaként áll egy zenekar, az nem mindennapi dolog. 5,5 éve hegedülök, Göncruszkán kezdtem a Talentum Református Tehetséggondozó Általános Iskolába, most pedig Sárospatakon tanulok. Miért pont a hegedűt választottad? Nem tudom, mert egyszer az egyik osztálytársam behozta, és az övét, és nagyon megtetszett. Ha valakinek ajánlani kéne egy hangszert, miért a hegedűt ajánlanád? Azért, mert nagyon szép hangja van. Mit fogsz játszani? A Schindler listáját. De nem ismerjük egymást, gyakorlatilag én a válogatón találkoztam vele emlékeim szerint először, és azt hiszem, hogy a kollégáim nevében is mondhatom, hogy rögtön megfogott a játéka. Az egy dolog, hogy technikailag hol tart, de egy olyan mögöttes töltés volt benne, hogy én úgy emlékszem, hogy gyakorlatilag ellenszavazat nélkül, ez szavazás formájában zajlik a válogatás, én úgy emlékszem, hogy ellenszavazat nélkül mindenki megszavazta, hogy részt vegyem a koncerten. Elkalódnak a vidéki tehetségek? Én úgy gondolom, hogy a tanároknak a döntő többsége felelősséggel tanít, tehát hogyha igazán tehetséges valaki, akkor annak nagyon felkarolják az útját. Volt már máshonnan, más településről is virtuózunk, és Szendrőből is volt például tavaly előtt. Most Sárospatakról, nem is tudom így, Edelényből például. Bár igaz, hogy ő zeneiskolába bejárt annak idején, és 2 szakon is bekerült a Miskolc virtuózaiba.
elkezdtük ezt néhány évvel ezelőtt, ugye nem titok, hogy a nagy budapesti, illetve tévés virtuózoknak a mintájára, hiszen én emlékszem még, hát még gyerekkoromból, hogy micsoda tehetségek voltak itt Miskolcon, akik aztán most már nemzetközi hírű művészek lettek. Például nem sokára, jövő héten például Jan Krausz Adrián zongora művész, aki a Egressy Zenéskolába járt, de számtalan művész került innen ki, és úgy gondoltam, hogy biztos, hogy most is van itt helyben is olyan tehetség, akiből egyszer majd nagy művész lesz.